Sziasztok fiúk, illetve lányok! Hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit! Láttam az Otherworld oldalán egy játékbemutatót. Szóval láttam az Otherworld oldalán egy játékbemutatót erről a szépségről, amit itt mögöttem láthattok arra. Gyakorlatilag ez egy ilyen skifi, bolygó, kiherélős, építgetős, mit tudom én, ilyen mindenféle zsírjáték. Úgyhogy ezzel fogunk játszani, ezt fogjuk nyomni most egy kicsit. Hát, kipróbáltam már a tutoriáját, de úgy vagyok vele, hogy szeretném most egy kicsikét nagyobb szintre emelni a lehetőséget. Tehát ugye itt ezt a kettőt unlom... várjál csak. Ah, ez 15-26, 15-23, 15-38. Az artefacts. Legyen ez. És gyakorlatilag ennyi artefacts-el indulhat, ez jelenti, de gyakorlatilag egyet se discoveröltem még, mert ugye nem játszottam még túlzottan, úgyhogy ennyi marad. Amúgy tetszik, tehát én azt mondom, hogy a tutoriál kipróbálása után nagyon tetszik, és akkor próbáltam már ezt felvenni, de kicsit kiidegelt egyébként a játék, méghozzá azért, mert képzeld el, ha nem kapcsolom be a V-Sync-et, akkor gyakorlatilag az OBS droppol, mint a kurva élet. Ha meg bekapcsolom, akkor meg nem játszhatom Epic-en, mert akkor meg nekem droppol, mint a kurva élet, és nem értem miért, mert hogyha meg nincs V-Sync, akkor meg Epic-en gyakorlatilag ilyen 120-130 FPS-ekkel lazán elszalad a játék, és csak nézek, hogy mi a szar. Na mindegy. Ahelyett, hogy panaszkodunk inkább, kezdjünk bele. Azt mondja, hogy szükségem van egy Life Systems-en belül egy greenhouse-ra. Ő lesz a Central Hub. Jó. Build a Tractor Beam. Na most, én feltaláltam, hogy hogyan fogom elrendezni, meg dizájnolni az űrhajót, hogy fasza legyen. Tehát gyakorlatilag ennyire mehetek ki oldalra. Ezt itt le is bontom így ennek hatására. Igen, és akkor ide felépítek egy Tractor Beamet. Hol van a Tractor Farming? Tractor Beam, így ide. És kap két storage-ot. Egy. Production ready materials leave the refinery and will be stored here. Keep an eye on our refined storage. És kettő, tehát ide kap egy storage-ot, vagyis két storage-ot. Jó. Most kell egy crew quarter, őt pedig arra fele fogjuk megépíteni. Igen, őt lebontjuk. És azt mondja, connections, farming, crew, quarter. Jó. Gyorsan, amit még meg tudok építeni, azt megépítem most. A hajó hátuljába látom logikusnak elhelyezni az izét. A hangárt. Jó, őt lebontjuk. És akkor azt mondja, hogy kell egy farming és hangár. Tehát őt ide látom érdemesnek elhelyezni. Itt logikus. Na, itt van a Living Quarter, szóval ide még egy klón labot csinálunk valahova. Én azt mondom, hogy mi van akkor, hogy csinálunk egy olyat. Connections, corridor. És ide kell nekünk egy klónlabot. Jó. Na, nézzük, mire lesz még szükség. Defense workshopot nem tudunk, mert kéne még iron. Gyakorlatilag semmi más nem tudunk, mert vasra van szükségünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel meg is vagyunk. Mi legyen a hajunk neve? Legyen Gamership. Na, már írni se tudok. Látszik, hogy el vagyok szopva mellett a billentyűzet, a laptop billentyűzethez képest. De nem tudom, hogy futna ez a játék a laptopon, majd lehet kipróbálom. Milyen fasza lenne visszamenni Koliba, azt ezt tudnám csapatni. De annyira élvezem az ilyet, komolyan.
nagyon hasonlít egyébként nekem egy kicsit a Starbound-hoz a játék. Méghozzá azért, mert az is ilyen hajóépítgetős, meg mit tudom én, tehát ilyen tök baró az egész. Na, skippeljük az intrót, ha nem gond. Biztos úgyse vagytok rájuk kíváncsiak. Amúgy ennek gyakorlatilag alig van története. Új kapitány lett promótálva, itt mi van? Ó, itt van valami, így van. Azt mondja, van egy ilyenem, van egy ilyenem. Turretem még nincs. Jó, ez a planter. Egyet ide assignalunk, meg kell hirtelen. És szükségem van, erre mi is van? Erre van a Living Quarter meg a klóngyár, akkor emerre lesz az a felbímelő cucc. Traktor beam, így van. És akkor most szükségem lesz ide két darab crewra. Jó, és akkor megnézzük a debriszt. Gyorsan szkenneljük. Az a legegyszerűbb, én azt mondom. Amúgy basszus, ez a kamera, ez nagyon nem áll jó helyen, de nem baj. Ah, 10 szulfúr. Nekem nem szulfúr kell. Szkenneljük a többi debriszt. 10 lítium. Na, legyél vas, legyél vas, léci, legyél vas, legyél vas. Ez az. Activate beam. Jó. Gyakorlatilag hallom, meg is érkeztek a krújaim. Én most gyorsan felgyorsítom a beamelést, csak hogy gyorsabban jöjjön a vas. Jó, rendben, rendben, rendben. Egyébként kíváncsi leszek, hogy mi lesz a további frissítésből, viszont annyira rossz, srácok, és ne haragudjatok, most kövezzetek meg, ha nagyon így van, de nem vettem meg a játékot. Azért nem vettem meg a játékot, mert sajnos nincs annyi pénzem arra, hogy most jelen pillanatban nem állok, úgyhogy erre ki tudjak adni, de ettől függetlenül nyilvánvalóan tetszik a játék, és az elsődleges célomat, amit szeretnék, el tudom érni, illetve megvenni a gamer laptopot, mert gyakorlatilag az most az elsődleges célom pénzügyileg, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt a játékot is meg fogom venni, mert amúgy nekem nagyon tetszik. Tehát kifejezetten annyit tudok rám mondani, hogy ez így váó. Hop-hop. Valami jött, mi jött. A körény. Sikerült lelőni? Jó, sikerült lelőni. Ide fog kelleni majd egy izé, fog kelleni majd egy ilyen valami. Azt nézem, hogy sikerült a workshopra összeszedni? Sikerült a workshopra összeszedni, rendben. Na most azon gondolkodok. What? Mi? Hol? Engem? Az anyád úristen, itt nézd már oda. Ez az megvan, a Clone Simple Crawl 1. Oké. Jó. Akkor most. Gyorsban nyomunk egy defense-t, és egy workshopot valahova be kéne lőni, mondjuk ide. Aha, csak kell először egy connection, corridor, és így. Azt mondja, hogy defense, workshop. Jaj, vissza, fúj. Egyébként ez a corridor, ez, ja, hogy az energy. És energy-t lehet egyébként nyomatni még, tehát hogy majd növelni, várjunk, biotank. Basic resource for cloning processes, refinery, storage, tractor beam, crew, long. Life systems, reaktor. Ó, aha, de lehet reaktort építeni Ironbor meg Copperből, és akkor lesz gyakorlatilag izé. Na, ez egész jó hír egyébként. Sziasztok, drága emberkék. Na, akkor azt mondja, hogy menjünk innen. Gyakorlatilag ez a storage. És hát igazából nem tudok mit csinálni, én azt mondom, hogy szerintem menjünk le a bolygóra gyűjtögetni, tehát ez itt a bridge. Akkor erre lesz a hangár, de mielőtt még lemegyünk a hangárba, előtt csinálunk gyorsan ilyen turretet.
itt a workshop. Azt mondja, quick crew assign, weapons, defenses és turret. Aha, szulfurra lesz szükség, akkor viszont szulfurt megyünk most felsugározni ide a traktor beamből. Mielőtt még lemegyünk, előtte kell egy turretet készíteni. Várjunk, itt lehet sugározni. Jó. Azt mondja, szulfur kell, lítium, szulfur, rendben. Azt mondja, deactivate beam, és ezt sugároz nekem fel, légy szíves. És akkor gyorsítjuk is gyorsan a izét, a processzt. Azt mondja, egy szulfur. Két szulfur. Három szulfur. És mindjárt építünk egy biotankot. Mindjárt építünk egy biotankot, srácok. Várjatok, most kell nekem a workshopba egy turret. Jó. Közben ez végig processing-el, és akkor megnézzük gyorsan, mi kell a biotankhoz. Oh, nem kell semmi, gyakorlatilag már mehet. Na, mivel ez klónozással kapcsolatos. Jó, és akkor most a connection-nél úgy csináljuk, hogy itt gyakorlatilag nem tudjuk alatta elvezetni, úgyhogy ezt így ide. Így. És akkor most csinálunk egy olyat, hogy... Hogy mondjad már, mit akartam? Farming és biotank. Jó. Ez így amúgy egész menő lesz. Mert ez a végén, tehát egy ilyen rendszerszerű valamit szeretnék majd csinálni belőle. Na ez... leprocessingeljük gyorsan. Hol lehet ezt leprocessingelni? Vagy már ezt le is, gyártotta. Zsír. Crew members are your working force on the ship. Keep them alive at any cost. They are also remaining. Jó, hát azt csinálom. Keepelem őket alive. Na. Azt mondja, hogy take turret. Jó, és akkor... ezzel leszaladok gyorsan a izé. A... biotankba. Várjunk, ide valahova. Jó, ide lerakom. Itt gyakorlatilag belátja majdnem az egész helyet, amit kell neki. Úgy majd gyorsan izé. Azt mondja, hogy... elvileg itt van valami csúnyaság. Aha. Jó. Ebben még van bőven, majd fel kell töltényelni, azt tudom. Traktor beamben még van két darab ellenségét. Energy node functional. Greenhouse. Wow. Ez menő amúgy. Biosphere leak storage. Module critical corridor. Beamed sulfur. Aha. Ezt mindjárt megnézzük, hogy mi a probléma. Module needs connection to the mainframe and at least more than a half of its energy nodes. Ja. Nincs energia.
De azzal van itt a gond, kőkeménye, hogy nincs energia. Jó, csinálunk energiát. Azt mondja, hogy farming. Eco crew, light defense, nem... Hol van? Connect, nem connections. Crew, life systems, reaktor. Aha, copper, meg iron kell hozzá. Up to 5 reactors can be operated simultaneously. Jó. Reboot the energy nodes, restart the system. Azt mondja, no power. Hogyan rebootoljam őket? Azt mondja, kevés az energia. Mi a szar? Mi? Mi van? New captain promoted. Nem vágom. Oh! Értem. Power reestablished. Értem. Oké. Mi van? Modul collapse, traktor beam. De miért? New captain promoted. Neked mi a szar bajod van? Azt mondja, farming. Ajaj, nincs traktor beam. Itt pedig, gyakorlatilag, jó, ezt lecsaptuk gyorsba. Ezt le is csapom innen. Tehát ez nekem ide nem kell. De farming, mi kell traktor beamhez? Hopper, a fenébe. 5 darab copper kell, úgyhogy srácok, itt az ideje, le kell mennünk egy bolygóra, nem tudunk mit csinálni. Te mi vagy itt? Mindegy. Itt az ideje leszaladni egy bolygóra gyorsba kopperér. Itt a hangár. Jó, rendben. Azt mondja, use terminál. Igen. Kopperre lesz szükségünk mindenképpen. Úgyhogy ezeken a bolygóknak a valamelyikén remélhetőleg lesz. Ha nem lesz, akkor viszont arrébb kell mennünk. Azt mondja, hogy iron ore. De úgyis mindjárt kiderül. Lítium, uránium és egy sites detected. Meg még itt van a kerilin. Iron, lítium, hát mondjuk ide leszaladunk. Jó, hát lemegyünk a bolygóra, és akkor majd kiderül, hogy hogy sikerül a dolog. Remélhetőleg nem lesz gond.
Azért meg kell hagyni, elég kemény ez a játék. Lifeform, hol? Ó. Elég kemény ez a gépágyú. Iron ore, ez kell nekem. De amúgy konkrétan mindent begyűjtünk, amit csak lehet. Ó, ezek az összegyűjtött cuccok. Aha. Nyilvánvalóan kíváncsi leszek arra, hogy majd egyébként lehet-e fejleszteni ezt a gyűjtögető cuccot, hogy gyorsabban gyűjtsön. Aha, tehát ide nyomta a hajónak az oldalába. És akkor ennyi? De ennyi gyűjthettem, max. Azt, hogy a harvester full. Aha. Gondolom majd fejleszteni kell. Jó. Akkor menjünk vissza, én azt mondom. Return to mothership, launch harvester. Húzz innen, büdös féreg. Büdös féreg, nézd meg. Újjon a férgese. Ó, de egyébként ez nagyon tetszik ez a játék eddig. Azt mondja, hogy... Jaha, tehát hogy nincs alapvetően storage-unk úgy egyáltalán. És addig nem lehet unloadolni, hogy hozzáadja a cuccokhoz. Aha. Hát valahogy pedig nekünk szükségünk lesz a harvesteren található cuccokra. Mert máskülönben nem tudjuk megoldani a storage újraépítését. Jó. Arra kell rájönni, hogy hogyan lehetne egy storage-ot összehozni. Három darab vas kell hozzá, valamit esetleg lebontunk, akkor nem kapunk. Azt mondja, regain from destruct. Három darab vasat. Öt energiát és két... Aha. Tehát, hogyha valamit itt lerombolok, akkor gyakorlatilag kapok vasat. Tehát most ezt lerombolom. Most van elvileg három vasam. És... Ja. Hogy nincs hol tároljam a vasam. De hát, hogyha nincs storage, tehát nincs lehetőség vastárolásra, akkor nem kapok vasat. De ha nem kapok vasat, és nincs vasam, nem tudok storage-ot építeni. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy cseszettül beszoptam. Wow, lehet majd úgy látom felfele is. Ez nagyon durva lesz, srácok. De ezt a kampányt
Én úgy gondolom, hogy amúgy nagyon elcsesztük. Igen, nincs vasam, nincs storage-om, nincs semmim. Úgyhogy, ja. Ezt így elrontottuk. Na semmi baj, majd legközelebb újra megpróbáljuk. Ha tetszett a videó, akkor csapass egy lájkot. Illetve ha tetszett a játék, a kommenteket várom majd a komment szekcióba, a véleményeket a játékról. Én azt tudom mondani, hogy amúgy szerintem van benne kompetencia, és ugye ez az egyes alfája, tehát gyakorlatilag ez még fejlődni fog majd az idők során, pont ezért szeretném majd még meg is venni a játékot, és amúgy basszus, én azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy kurva jó. Tehát aki esetleg kompetenciát érez arra, hogy kipróbálja ezt a játékot, szeretné megnézni, hogy milyen. Nem annyira bonyolult megtanulni a tutoriálnak, körülbelül egy 10-15 percet elmarhulsz a tutoriálba, és akkor utána megtanulod, hogy hogyan kell játszani, és igazából onnantól kezdve már nagyon egyszerű a játékmenet. Úgyhogy aki esetleg szeretne elmarháskodni vele, az jelezze kommentben, nagyon szívesen dobok egy torrent linket annak az embernek, aki esetleg úgy gondolja, hogy kipróbálni ki szeretné. Persze én nem támogatom az ilyen kalózkodást, úgyhogy ha lehet, akkor inkább vegyétek meg, ha van rá pénzetek. Én csak azért töltöttem le, hogy jelen pillanatban nincs pénzem rá, de garantáltan meg fogom venni, amint odaértem, hogy legyen annyi pénzem rá, hogy megvegyem. Úgyhogy így van. Na köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók, sziasztok!